haragszik és dúlfúr az Isten. Vagy csak talán alszik az égben. A Doni áttörés 80. évfordulójára emlékeztek meg a Tolnai vármegye székhelyen. 1943-ban ezen a napon mértek megsemmisítő támadást az oroszok a második magyar hadseregre. Rengeteg katona halt meg, vagy tűnt el akkor, hátrahagyva családjukat, vagy éppen születendő gyermeküket. Mindenkit számba véve több mint 250 ezer élete teljében lévő, családja által kincsként szeretett férfi küzdött vért vagy valós nemzeti érdekünk védelmében, oly távol hazájától, amilyen messze jeruzsálemi András királyunk óta nem járt magyar vitéz. A Donkanyarban ekkor négyszer annyi magyar hazafi veszett oda, mint az 1526-os mohácsi csatában. Az eseményt, mint minden évben, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezte. Ez egy akkora vérveszteséget okozott az országnak, amelyet évtizedekbe tellett, mire kihevertek azok a családok, akik ugye elvesztették férjüket, édesapjukat, testvérüket, és éppen ezért ez egy kiemelt fontosságú esemény, kell mindig maradni az emlékezetünkben. Ezt a hagyományt folyamatosan ápolnunk kell, és mi ezért, mint kulturális központ, mindig szívesen teszünk. A megemlékezésen koszorúval rótták le tiszteletüket a hősi halottak előtt a megjelent oktatási intézmények, civil szervezetek, a város képviselői és magánszemélyek is.